Nincs rinya! Újra kinyitja kapuit. Erre a Gameskore kíváncsi vagyok? Ha tetszik, akkor lehet megveszem. Ez már a második stream, hogy nyomni fogjuk. Tegnap is toltuk 5 órán keresztül. Nekem nagyon tetszett, viszont arra számíts, Mikó, hogy ez egy bug szimulátor. Tehát nagyon sokat rögtünk a bugokon. Borzalmas egyébként. Nagyon vicces, de borzalmas játék. Nagyon jó. We just got back from the gym. De 5000, köszi Norbi hangot. 5000 forintért egyébként nem éri meg. Streamerként tök jó elhülyéskedni vele, de kevés content van benne, nagyon könnyű a játék, és nagyon bugos, de nagyon szórakoztató, így együtt. Egyedül nem tudom, milyen lenne így off-stream, de hát akkor megmutatom. Most nézem, hogy ott lesz Pilates. Na, akkor lehet, hogy több content van benne, mint gondoltam. Szia, Lila Ajulány, jól vagyok, köszönöm, te hogy vagy? Igen, nagyon aranyos a hangod, Mikó. Rám néha a párom rám szokott szólni, hogy ne babákhoz szóló hangon beszéljek, mert néha elfelejtem. Hogy már nem dolgozom, ez nagyon jó. Götös torkomra, jó bulást, heki. Na jó, let's go, folytatás. Oké, okay. Na, gyere, Blöki, let's go. Fogalmam sincs, hol hagytam abba. Jaj, tudom, hol hagytam abba. Oké, okay. Ott hagytuk abba, hogy megnyitottuk ugye 8-as szinten a... Hol van? A teremnek a második részét, és ezért nincs itt senki, mert ezt most nyitottuk meg. Miért vannak ilyen minilaggok? És illetve ehhez hozzá csatlakozik alapjáraton ehhez a plusz teremhez egy medence. Úgyhogy igazából most fogalmam sincs, hogy mit csináljunk. Meg kéne nézni. Jaj, tudom, mit akartam. Figyú, a 8-es szinte nem csak az új terem, de egy olyan dolog is felállokkolódott, amit szerettünk volna, vagy én szerettem volna, az ez. Nézzétek! Ugye ez már hamar a felállokkolódott, ami tetszik ez a mennyezet, viszont a színe az nem, hogy ilyen piros, mert nem megy a mi dizájnunkhoz. Úgyhogy én ezt szeretném berakni, ez 10 000-be kerül, de nem baj, mert tetszik. Bár szerintem a plafon nem fogja látni, de egy ilyen tetőt berakunk, egy ilyen ablakos tetőt. Ó! Adott szerintetek egy plusz fényt? Olyan, mintha adott volna egy plusz fényt is, nem? Ó, tehát ez az automata, amit beraktunk a stream végén, úgy látom, hogy plusz szemetet termel, de Mike jól végzi a dolgát, szóval semmi probléma. Jó. Nézzük meg, hogy mit tudunk venni az uszodába. Az uszodába is tudunk egyébként ugyanazokat a tetőket kiválasztani, viszont a 11-es szint kell, ezt nem értem, hogy miért. Hangos amúgy a játék? Vagy van egyáltalán hangja? Ja, van. Szóljatok a hangos. Standard. Kicsit hangos. Aha. Igen, mert most ugye mindent újra csináltam az új overlay miatt. Most jó? Vagy még mindig nem annyira? Még mindig rohadt hangos. Azt néztem szeremit, amúgy az is jó lenne, de az, ahol azt négyen lehet, ugye? Azt hiszem. Zene? Nincs is zene. Most miért mindenki alacsonyt kér? Lehet, hogy sokat vár. Jézusom! Hogy néz ki Amanda itt bal oldalon? Atya úristen! Még mindig hangos a csilingelés? Na ez az VIP is van itt. Azt a rohadt, nagyon parák, hogy csak szemüregök van. Nem fotogén, hát nagyon nem. Igen, volt nagyon sok VIP tagság, ha itt a játékban érted. Elég hamar elkezdtek szállingozni, és utána nagyon sok hú, de hosszú sor lett itt, amíg megcsináltam a medencét. Mert ugye az előző streamben, ahogy így streamből kiköszöntem, most egymás után VIP-ek vannak, itt felhalmozódott közben egy rohadt hosszú sor. Ez vajon milyen hosszú lehet, hogy az öltözőig nyúlik? Én is ilyennek látom magam a profilképen. Gríz! Szia, Skystar! Igen, négyen, de lehet öten is.
Arra embereket kell akkor szerezni. Ez mennyibe kerül az ilyen hely? Azt mondod, mekkora ez a sor? Mi történik? Most aki most látja először a Gym Simulator streamet, itt éppen bérletet vesznek. Hát ez brutális. Ez hol volt eddig ez a sor? Ez soha véget nem érős. Mi történik? Jézus, szerintem a hirdetések miatt most jönnek. Nézzétek már, hogy megy a pénzem. Jó, hát erre nekem nem lesz kapacitásom. Hú, elfogyott. Konkrétan éjszaka kell majd megcsinálnom a gymnek a másik. Konkrétan fullon van a gym ezen része. Mike, itt egy folt. Hol vagy, Mike? Na, várjatok, mit akartam? Hí, ott egy pervers. Taka. Jó. Na. Azt szeretném, hogy... Az uszodában mit tudok? Rich. Medence széket. 1, 2, 3, 4, 5. Szerintetek azt fizetni kell? Vagy ott a medencénél mit tudnak fizetni? Nézzük meg. Mert hát remélem a medence is fizetős, haló. Az csak itt csak itt úsz. Jaj, nem lehet alfen, ez azért jöttek sokan, nem biztos, hogy a hirdetés miatt, hanem a medencé. A medence miatt. Ugye az egy plusz szolgáltatás. És gondolom, arra jönnek ilyen sokan, nem? Akkor ez nem plusz pénzbe kerül ez a napfágy, ez csak egy ilyen... Most ez mitől fordult meg magától? Igen, van medence már. Na látod, Mikó, tehát így átmászkálnak a falon. Nem tudom, látta, de... Átmentek az öltözőbe a falon keresztül. Hát ott van egy láthatatlan csillagkapu. Okay, let's go. Amit csak ők látnak. 20 euró? Aha. Na, használják ezeket? Az edzőterembe zár. Fú, jobb is. Jobb is, mert akkor én itt tudok... Az mi az a jel? Ja, kaja. Nem kaptak kaját? Hű, de borzalmas ez a zene. Most jók a hangok? Miért mindig a jó bácsik azok? Szia, kincs, igen, láttam. Jók a hangok, köszi, Alfanez. Uda, imádom ennek a dalnak. Hupikék, törpikék. Hupikék. Amikor... 12 éves voltam, vagy 11, akkor két dologból állt a zenei ízlésem, amit a Discman-en... Volt két CD-m, azt váltogattam a Discman-ben. Az egyik a System of a Down-nak volt egy ilyen albuma, amit a bátyám készített, ilyen vegyes kavalkád, a másik egy Hupikék törpikés CD. És ezt a kettőt... Nagyon szürreális. Ezt a kettőt váltogattam. Na mit vegyünk a... Most amúgy azt tudjátok, hogy én tudok éjszaka így dolgozni? De mindenképpen 8 órát kell aludnom, nem? Vagy nem muszáj átaludnom az éjszakát? Mert igazából nincs ilyen staminám. Na, ugye az új szinten elértük ezt az új futópadot, amiben még nincs sem. Meg új bicikli. Ezeket az új részre lerakjuk. Meg mi az, amit nagyon szeretnek? Ezt amúgy nagyon szeretik, úgyhogy ebből veszünk kettőt. Meg hát igazából nagyon nem veszek sokkal több mindent, mert itt nagyon zsúfoltan vagyunk, szóval inkább csak át fogom rakni azokat ide. És első körben lerakom ezt a gumit mindenhova. Lesz elég, szerintetek? Lesz. Jó. Nekem Natalie-ra Oreiro és Hupikék törpikék. Szerintem mindenkinek volt Hupikék törpikék időszaka. Jó. Még mindig nagyon hiányoznak nekem a tükrök. Egyébként. Rosszul raktam, lelátom. Várjál, miért ezt rakom le? Hopp, nem is ez kell nekem. Bár ezt is lerakhatom. A Forestel? Nem, a Forestel nem szeretnék játszani, mert
Mert nekem az undi. Zombi kisbabákat kell ölni. Mi a fasz? Nem. Én azt mondj csinálni, és félszemmel néztem csak. Na, blöki! Nem, kutyát nem bántunk. Csak embert. Na. Vagy hogy legyen ennek? Most nagyon hülye elrendezése van itt. Ebből mennyit vettem? 3-at? Kijátszottam nem rossz játék, de a mutánsok tényleg undorítóak. A mutánsok, nem zombik? Nagyon, igen. Várj, mennyi volt ez? 4? Aj, sehogy se jön ki, hogy szép legyen. Mi? Most ez mi? Look at me. Most ez miért nem? Mert a kutyámat azt nagyon gyorsan valahova le kell ültetni. Úgy az ajtó közepébe. Jó lesz. Most mi van? Miért koszosabb az új, mint a régi? Azt a ezen még ilyen EKG-jel is van. Kicsit levegősebbé teszem itt a dolgokat, mert ez így most borzalmas. Remélem, akkor nem kötelező aludni. Mert nem fogok! El lehet adni? Egyelőre nem adok el semmit, de múltkor is írtátok, nem tudom hogy. Hogy adsz el dolgokat? Nagyon akadozik másnak is? Másik irányba nézzen a második sor, hogy ne nézzék egymás seggét. De így szokott lenni, nem? Amúgy ez nagyon jól néz ki. Szerintem ez így szokott lenni, nem egymás a hátnak. Nem? A kondikban. Bár nem sűrűn voltam, hogy tudjam. Jó, akkor Léna, nálad van a gond. Heki álmos vagyok. Nem, Manfred! Halló! Fordítva súlyzókat? Azóta már jó, nem? Nem tudom, nem járok gymbe. Same. Hú, itt nagyon, nagyon egymás hegyén hátára raktam a dolgokat. Mi volt, Szozi? De ez szokott lenni nézőkkel fazmód, de csak szabosztott sokkal, sokkal. Olyan játék, ami ez az kell, hogy hangban legyetek, az csak szabosokkal lesz mindig. Trollkodások miatt, mert volt már sajnos precedens. Én szívesen tolnám mással is, de az a baj, hogy többször próbáltuk, de sajnos egy-két ember el akarja más szórakozását rontani, úgyhogy I'm sorry. De ez tényleg csak a szebosokkal van, és nem a pénz miatt, tudjátok, hanem mert a szebosokat ismerem. Bennük megbízom. Szóval hogy lehet eladni? Köszi, Dávid, hogy itt voltál. Puszi-puszi. Na jó. Nem látok.
aranyos vagy szeremit, de igazából nincs szükségünk plusz cuccokra, tehát hogy ha például Norbival játszunk, vagy játszottunk, és Norbinak rengeteg cucca volt, és új fajták, akkor sem engedtem neki, hogy azokat rakja be, mert hogy szerettem volna úgy az én tempomban haladni. Na, a Mike nem végezte jól a feladatát. Na jó, az a biztos, ha felveszek mindent. Amúgy ebben a jogamatraszból vehetnénk többet, mert ezen mindig van valaki. Fogalmam sincs egyébként, hogy hogy szoktak az elrendezések lenni. Hogy tudok eladni azt, valaki tudja? Itt hiába bal klikkelek, jobb klikkelek, ha válaszra megyek, helyzet, forgat, nincs olyan, hogy elad. Itt inventory-t nem tudok megnyitni, csak vásárolni tudok. Úgyhogy szerintem nem lehet eladni. Tudom, hogy mondtátok, de hol akkor? Hol tudom eladni a dolgokat? Na, most levegősen fogom lerakni a dolgokat, mert ez nagyon-nagyon zsúfolt volt. És akkor itt ezeket a gépeket egymás mellé rakom. Szerintem itt elég lesz egy sor gép. Tudjátok, mit összek még? Itt lesz a jobb oldalon a jógázós rész. Az a matrac, ez hol van? Ez nem itt van? Itt van. Na. Nem az üzletben kell eladni? Milyen üzletben? Simán lehet, hogy van még valami, amit nem láttam egyébként. Mert ment ilyen bolt, mert a kocsmát is nemrég találtuk. Jaj, nem mentem el amúgy a meccsre, akkor most ez nem kaptam meg a pénzt, most itt eszembe, hogy ugye 10 órakor van ilyen box meccs. Kíváncsi vagyok, hogy ez mind foglalt lesz-e, hogy mindet használni fogják-e. Na. Ne! Jó! Basszus, itt áll a sor. Azért nem tudom odarakni. De hát itt is szokott állni, akkor az a rajta fognak állni. Na mennyivel szebb, rendezettebb itt a téma. Tegnap valaki valami ócskaságboltról beszélt. Jaj, az volt a... Az internetkafé szimulátorban is. Na várjatok, mindjárt megnézzük. Mondjuk, ha ennyire levegősen rakom... akkor lehet, hogy nem tudok lerakni mindent. Ebből miért van kettő? Ja nem, ezt még nem raktam le. Ezt még nem raktam le. Ah. Elég fullos. Hullos felszerelésünk. Ugye ebből kettő van. Bocsánat, kell még egy terem. Sorry. Nem férek el. Mi a faszom az a gép? Mégis zsúfoltan vagyunk. De ide nem lehet? Nem. Hát... nem feltétlen kell nekünk amúgy itt egy folyosó. Szerintem nem. Ide is pakolhatunk. Ez mondjuk elég random itt. Szóval nem is sarokba kéne rakni. Na, ezt a jobb sarokba fogom berakni.
Na. Jó. Ezeket már... Ez milyen futógép? Két csillagos? Ez valahol fér? Még több cucc! Nem minden, hogy ez, hogyha ilyen kevesebb csillaggal rendelkező, tehát kevesebb, mint három csillaggal rendelkező tárgyakat lerakok, az rontana a... Ez nem kell, de... Mondjuk ez így... Á, inkább elrakom ezt innen, mert ez így nagyon sok. Szóval nem minden, hogy az ront a csillag szinten olyan 100%-on vagyok, szóval nem minden, hogy az oszt vagy szoroz. Szóval igen, szerintem a városban van egy bolt, mindjárt, hogyha itt végzek. Meg megnézzük, hogy mi történik, hogyha nem alszom. Mert hogy most nem fogok aludni szerintem a játékban. Nem, be a sarokba. Berakjuk a boxzsákot. Jó. Így nagyjából jó, nem? Így a konditerem, ez nem túl zsúfolt. Oké, és akkor bezárunk, megnézzük a... A másik ajtót is be kell zárni? Nem, az bezárodott. Megnézzük, hát ha van ilyen bolt, amiről beszéltek. Itt lejárt a hirdetésem. Szakoszabítsuk? Még van most. Pénz. Erre már sétáltunk? Bezártad a kutyafenek egy csoro? Hoppá, itt betöltött egy új pálya részlet. Itt még nem voltunk. Nekem berakhatne fazmóba cuccokat. Jajaj, nem. Aha, itt eddig tart a pálya. Oké, akkor megnézzük a másik irányba is. Beauty and the Beast. Biztos a gépnél? Én nem találtam, kecske. Jó, itt is vége a pályának. Igen, nagyon világos van. Érdekes. A komputert a szememet upgrade-elni. Nem tudom, hol van. Why are you running? Azt! Why are you running? Nagyon megijedtem, Black Sheep. Itt volt a régi lakásom, azt tudom. Meg ugye itt van a kocsma. Szerintem ez ennyi. Tudja valaki biztosra, hogy van valamilyen bolt, ahol eladhatom a cuccokat? Vivi! Nincs itt a Pitner, Vivi. Vivi! Vivi! Hát a meghal. Vivi! Vivi! Itt amúgy elég... Ó, elég sokáig lehet menni, ezt akartam mondani. De hogy mentél oda? Nem, végigmentem a pályán szerintem. Régen volt olyan bolt. Lehet, hogy már az sincs. Miért van itt az ökölvívó klubom? Don't ever talk about... Az Ati kirakta! Nézzétek meg a... Vagy nem rakta ki? Kirakta? De kirakta a TikTokot az Ati! Meg tudjuk együtt nézni? Az három TikTokot fog kirakni az utazásról, és kirakta az elsőt. Ezt a játékot nem upgrade-elik, hanem downgrade-elik, igen. Na várjatok, megnézem. Mondjuk ezt így meg tudom ezt streamben mutatni. Videók is ilyen 1000 éves. Videó van itt. Most ez hogy működik? Top. Ja, mert hogy a nézettség alapján mutatja. Ne... Nem értek a TikTokon! Vivi! Most nem töltötte fel? Nekem elsőnek még a Shrek szülinapi buliát mutatja. Ja, hogy nem az Attilának a platformján vagyok, nem az Attila profilján, csak ránk kerestem az Attilára, és mint tag mutatta. Jó, oké, megvan.
Semmi baj. Nya, pillanat. Egy óra is meg vagyunk. Azt mondja, hogy... Tehát akkor ezt most ötötte fel, ugye? 14 perce. Igen. Ez még csak igazából csak az utazás része, az első nap. És majd lesz... lesz ugye második nap, meg harmadik napról. Meg vagyok. Én eltűntem. Sor vagyok. Hol? Itt vagyok. Nya. És hangja is lesz ennek, vajon? Levezettem több mint 500 kilométert, és elmentünk kocsival külföldre, úgyhogy kb. 2 hónapja van meg a jogsim, szóval tartsatok. Kisunokám, hogy kell ezt kinagyítani? Kisunokám! Hogy... Hol van itt a kinegyéres? Nem látom. Levezettem több mint 500 kilométert, és elmentünk kocsival külföldre, úgyhogy kb. 2 hónapja van meg a jogsim, szóval tartsatok velünk ebben a napi vlogban. A csapat itt van velünk, Bence, Marian és Klau. Az úti célunk pedig nem más, mint Bled, Szlovénia. A határhoz érvén óriási volt a kocsisor, de szerencsére a vézeszték kikerült nekünk, hát remélem, hogy legális helyen mentünk át. Na mindegy, nagyon örültünk, hogy átértünk Szlovéniába, a Bence... Szóval Bence nem... Az Oti itt mondta, hogy örüljetek nagyon! A Bencének ez az örülje is. Annyira vicces. Azt mondja, remélem legális helyen mentünk. Tudjátok, hogy hogy kerültettek ki velünk a vaze? Hogy bementünk. Tehát úgy volt, hogy volt a határ, előtte állt egy sar, amúgy nem volt annyira vészes, csak hát mondjuk elég hosszú volt, nem mindegy. És a sor mellett közvetlenül volt egy... benzinkút. Szóval a vaze az bevitt a benzinkútra, és ezzel így kikerültek az egész sort, de hát ott ugye van egy rizikófaktor, hogy nem engednek be, amikor jössz ki a benzinkútról, de minket beengedtek, hát nem annyira akartak, de beengedtek, úgyhogy így kerültük ki ezt a nagy sort a határ előtt. Levezettem több mint 500 kilométert, és elmentünk kocsival külföldre, úgyhogy kb. 2 hónapja van meg a jogsim, szóval tartsatok velünk ebben a napi vlogban. A csapat itt van velünk, Bence, Marian és Klau. Az úti célunk pedig nem más, mint Bled, Szlovénia. A határhoz érvén óriási volt a kocsisor, de szerencsére a vézeszték kikerült nekünk, hát remélem, hogy legális helyen mentünk át. Na mindegy, nagyon örültünk, hogy átértünk Szlovéniába, a Bence így. Megálltunk egy benzinkútnál, itt a Maria egy kisbaba, és rá kell adni a cipőjét, majd a Bencével egy ilyen kis romcsi ölelésük volt, Klauval mi csak így néztünk, majd robogtunk is tovább egyenesen Lublanáig, ahol beiktattunk egy gyors megállót, ugyanis elmentünk a Primarkba. Primark imádom. Amúgy ez egy óriási Primark volt, nem tudom ez a videó mennyire adja vissza. Itt rengeteg dolgot néztem, ezt például nem vettem meg, néztem a Barbie-nak ezt a táskát, ezt se vettem meg. A Mariannak ezt a kis Frozen figurát nem vettem meg, valamint magamnak ezt a Pikachu-s kis neszeszert, ezt se vettem meg, de helyette megvettem nem a szeretem az ilyen vezetőket. Kis puha, kis pizsamát. Úgy vitt minket a vazár, nem tudtuk, hogy azért, hogy levágjuk az utat. Valamiért ezt se vettem meg, szóval nem tudom, most így visszafogtam magam, de a Bettynek azért beszereztem egy gyertyát, és a Barbie-nak egy ilyen kis szopókás poharat. Szopókás pohár? A cuccokkal amúgy még néhány dolgot vettem. Ezután elmentünk egy kajádát keresni, és végül egy olasz étteremre esett a választásunk, ahol isteni volt a pizza, szóval nagyon-nagyon imádtuk. Aztán egy kicsit le is pihentünk, eléggé zombi voltam, majd elnézést, Japánba vagyunk, ugyanis találtunk egy boltot, amin konkrétan olyan dolgok voltak, mint amikor Japánban voltunk Kittivel, szóval nagyon-nagyon tetszett ez az üzlet. Ez nagyon jó volt, tele volt gensines cuccokkal. Nagyon vicces kis japikat. Nézzétek, a Klau is milyen cuki. Majd ezt a Snorlax-eset megkaptam Bencétől névnapomra ajándékba. Itt éppen pózolok kínomba, majd a Marian kigúnyolta, hogy pozoltam, ilyen egy jó barát. Majd kb. Még egy óra kocsikázás követően meg is érkeztünk Bledbe a szállásunkra, ami egyszerűen halljátok, szupuhár, nem jutottunk szóhoz. Összesen fizettünk szerintem fejenként 30 000 forintot. Annyira szép volt ez a szállás, hogy gyönyörű. Itt van például Mariannék szobája, amiből először ki akart zárni. Ez itt a nappali konyha egybe, ez is ilyen nagyon szép tágas, nagyon tetszik ezek a gerendás kis dolgok. És az Airbnb tulajok még hagytak nekünk egy saját kézzel ilyen készített, ami egyszerűen mennyei volt. Szóval tényleg szemben a lakásban a részletek nagyon-nagyon szépek voltak, nekem baromira tetszett. Majd ezt itt valaki ért, írja meg kommentben is, a Bence mindig a jogurtját paprikás chipszel eszi, szóval ez csak szerintem undorító. Megkóstoltam, geci undorító, nem értem a Bencét. Akkor lájkoljátok ezt a videót, sziasztok! Levezettem több mint öt... Nem...
Nem fogom sem megérteni tényleg a Bencét, hogy ezt hogy tudja így enni. Na mindegy. Ennyi volt, remélem tetszett. Én már láttam amúgy, azért nem nagyon volt én első reakció nekem. Nagyon cuki kis TikTok lett. Cukmákok vagytok. Ó, ki kell nyitni? Hát nem találtam meg, sajnos ezeket nem fogom tudni eladni, de annyira nem olyan nagy probléma. Na jó. Jöhetnek az emberek. Most elég sok pénz, kevés pénzem van, szóval annyira nem fogok költekezni, ezt feltöltöm. Még mindig nem tudsz edzeni. Nem hinném, Alfenez. Verjem, mit mondtál? Na, már jönnek az emberek. Hogy a fekvényomos cuccnál? Próbáljam meg. Igen. Ez? Nem tudok. Közben megy a játékban az idő. Nem baj, mert reggel lett tökéletes. Ez olyan, mint mikor sült krumplit raknak a shakebe. Amúgy nem olyan, én az pont ezt mondtam Gris szóról szóra a Bencének, hogy amúgy én megkóstolom, mert szeretem az ilyen sós édes kombókat, a shakebe szeretem a krumplimat tunkolni, szóval megkóstolom, és nem olyan. Egyébként jó lenne, hogy joghurttal sós dolog, viszont a paprikát, tehát nem értem, hogy miért pont paprikás chips, tehát ott az egy sós chipszel lehet, hogy nem lenne annyira rossz, de itt, hogy paprikás volt a chips, így rohadt szar volt. Na, erre saci. Én nem lehet ennél jobban kínálítani TikTokot, akkor jó. Hát igen, azért nem olyan nehéz visszatalálni a teremhez, nem mentünk olyan messzire. Honnan jött, hogy akkor négyesbe kezdjetek el mindenfele utazgatni? Most voltunk először, nem? Így négyen utazni. Most voltunk először, de hogy érted el? Hát barátok vagyunk. Az ember szokott a barátaival utazni. Ja, ez ugye, ja, hogy azért, hogy mondjuk a Barbie-ek miért nem voltak ott? Vagy hogy érted? Mert... bocsánat, nem tudom, mik ezek a nagy nyújtózkodások. Hú, ilyenkor átmegyek egy másik dimenzióban, nagyon jó. Szóval, hogy mertek utazgatni így. Szóval, ugye a Barbie utál túrázni, ez meg egy ilyen túrázós, esőben túrázós trip volt. És igen, az a tiék meg nagyon szeretnek túrázni, meg sétálni. Csak kiírtad, hogy nem ez lesz az első alkalom, hogy idén mentek, gondolom négyesben valahova, mintha újévi fogadalom lenne? Azt nem én írtam el, de ez az Attinak a posztja, én csak megosztottam. És úgy van, van az Instán egy olyan funkció, hogy... hogy posztolsz, és akkor beteggelsz rajta embereket, akiknek szintén megjelenik a profilján az a poszt, amit csinálsz, hogyha elfogadják. Szóval ez, ami az Instagramon van, ez az Atinak a posztja, el sem olvastam a leírás. Első közös út idén, de nem az utolsó. Ja, aha, szerintem arra gondolt, hogy beszéltük, hogy szeretnénk menni Romániába, de azt nem négyen, hanem a Barbie-ékkal, meg hát persze szeretnénk utazgatni itt barátokkal sokat. Ja. Nem is láttam, hogy ez a leírás. Kajnom, hogy semmi. De hát igazából tényleg ennyi, hogy barátok vagyunk, aztán szeretnénk így barátokkal még többet. Elnézést! Hol a Mike? A Mike miért nem takarít? Kell? Ja, itt van. Kell még egy Mike szerintetek? Marian. Tessék. Genshinbe a véletlenül viseltem, meg se kérdezte, hogy akarok-e, és megkaptam valamit Karit elsőre, az jó. Hogy viseltél véletlenül? És hogy Genshin ezzel?
Levi, mi történik? Ez az én is most Genshinre vagyok ráfüggve. Na, várjatok. Mike-ot még egyet nem tudok venni, de felveszem Tukkant. Ő micsoda? Tomás szerelő. Ja, Tomáson már van. Ő is szerelő. Gyere, Tukkám! Vagy nem, Charlie? Ő már nagyon, nagyon flash sebességgel mozog a Charlie. Claire, bocsánat. Claire, melyik karaktert kaptad meg, Levi? És hogy tudtál véletlenül viselni? I have so many questions. Tényleg, Eldén? Nagy, az is szuper. Annyira durva amúgy, hogy hogy felmentek a repjegy árak, mert ugye Londonban még 2 éve ilyen 6000 forint volt. Vagy 3000 forintért is repjegy. Nyilván csak oda. Azt a rohadt, oda nézzetek, milyen kigyúrt állat van itt. Ja, ő szokott lenni a moleszter álló, nem? Hopp, itt is egy. Máté! Ilyen... miért ilyen barna csak a keze? Na, megérkezett Claire is. Jó. Oké, most már 2 takarítónk van, most már kell. Rávittem az egeret, és meg akartam nézni, hogy ez mi, és kinyitottam valami Noelt. Rávittem az egeret, a karákat tintottam. Noel. Most hirtelen nem tudom, melyik karakter az. Ja, látom. Ő annyira nem jó. Azt hiszem, azt mondta az Ati. Ez a Kari. De a cseten jobban értenek hozzá. Shieldes Kari? Nekem még mindig nagyon hangos ez a csingi, ez a cash hang. Honnan volt rá pontom? Hát nem most Genshin ezt először, nem Levin, te már Genshin eztél régen. Amúgy nem sokkal több gép van, mégis olyan, nem tudom, olyan, mintha kevesebben lennének, nem? Vagy csak most eloszlik, hogy kétszer akkora lett a terem? Például a futógépeken, meg a szobabicikliken mindig fullon tele volt. Tehát, hogy mindig volt valaki rajta. Ez az, fussán, csapd meg, csapd szét a pervers állatját. Oh! Na figyelj már, ezeket a napágyakat nem használják. Ez olyan, mint a pad, hogy vizuálisan nem használják. Mert ez ugye elég csicska gyász akkor. Ó, ezt elfelejtettem, hogy ide is kell öltözőt csinálni. Egy kicsit, aha, kb. 5 questet megcsináltam. Ja. Hát úgy van, ahogy telik az idő, néha kapunk visseket, random. Illetve most, hogyha rég nem léptél be, nekem is volt, most neked is akkor biztos, hogy van, olyan, hogy kapsz visseket, tehát hogy van egy ilyen event azoknak, akik rég nem léptek be, és az nagyon sok primót ad, amiből ilyen vist lehet venni. És ha minden nap egy hétig a szembe lépsz, akkor kapsz egy csomót. Szóval amúgy ajánlom azoknak, akik nem léptek be régen. Meg amúgy én is most sok idő után beléptem, kaptam csak úgy egy csomó vist. Úgyhogy gondolom, csak így volt. Ajándékba kaptad a játéktól valami miatt. És egy volt csak? Tudja, amúgy még tudsz valahonnan amúgy claimálni vist. Méri a mélt mindenképpen nyisd meg. Hogy érted? Hát most ugye én rendesen genshinezek már, ami ott visszatért a Raiden Banner kecske, szóval én minden nap klémelek mindent. Ó, várj, 10-et vettem. Old, tessék, 10-et vettem? Mármint rendes pénzért? 10 vist? Mikor? Még annó? Na, várjatok, veszek az öltözőbe dolgokat. Bár szerintem felesleges, mert láttátok, hogy ugyanúgy bemennek az öltözőbe, ugyanúgy átöltöznek fürdőruhába, szóval nem nagyon értem, de mindegy. Azt, amennyi pénzem van, és konkrétan ennyi volt a játék. Nem játszom vele, és nézzétek meg, veszek a medencés részre is ilyet. Amúgy
A szemetet szerintem az emberek nem használják. Csak én tudok beledobálni, nem? De azért rakok még le. Meg megcsom az öltözőket, kifestek, hát még így, nem tudom, mi a max szint? 12? Azt, hogy innen elszublimált az ember. Ez melyik ez a női öltöző? Imádom, hogy ide besüt, nem tudom, hogy honnan a napfény. Semmi baj. Igen, amúgy mehetünk ensinezni, ha ezt kimaxoltuk. De most miért nem marad a kezemben ugyanaz a... Ugyanaz az item. Mikó, majd egyébként, mert most már így tényleg arra jöttél, hogy ugye nem annyira sok content van már a játékban, de majd pár nap, ilyen 2-3 nap múlva lesz fent a VOD csatornámon, nem tudom, azt követed, de Mikó, a tegnapi stream, és akkor azt ajánlom figyelmetbe, ha tényleg gondolkozol rajta, mert nagyon-nagyon vicces pillanatok voltak szerintem a tegnapi streamben a játék közben. Ja, és Mikó, mert te gondolkozol rajta, vagy akárki, aki gondolkozik a játékon, megmutatnám a játék hangját, hiszen nélkül vettem a Spotify-t, szóval, hogy nincs a játékban ambience. Tehát ez mind a hang. Az embereknek sincs hangja, ambiens sincs. Nagyon depressziós. Ne komolyan meglesem. Szupi, itt van, várjál. Walking Dead-et fogod folytatni? Persze, Sammy! Amúgy hamarosan, yes. Nem tudom, annyira összeszavart most ez, de 10-et nyitottam. Az honnan... Az, hogy honnan volt repont, nem, az fogalmam sincs. Mondom, Levi, biztos, hogy kaptad. Az Inez, vagy Atti szerintem el tudják pontosan mondani, hogy talán miért, de nekem azt mondta az Inez, hogy nagyon-nagyon sokat ad random. Ez most mi? Ja, be van húzva a függöny. Nagyon sokat ad random a játék. Főleg, hogyha rég nem játszottál. Szóval szerintem csak ennyi van a dologban. Tessék! Most fogod befesteni? De milyen színű lesz? De ugyanilyen, nem? Sötét szőke meg ét csokoládé összeöltözve. Összeöltözve, össze... Igen? Aha. Szóval barna, igen, Eldi. Na. Mi még van padom? Honnan van még padom? Na kíváncsi vagyok, milyen lesz a Klauskának a haja. Biztos nagyon jó lesz. Most bocsánat, össze vagyok zavarodva, hogy hova raktam. Jó. Jól vagyunk, köszönjük szépen. Minden rendben. Minden rendben vélünk. Ma egész nap vodokat vágtam. Meg ugye csináltam a streamre a dolgokat. Ez így összesen volt egy ilyen 4-5 óra, amiket csináltam. Ma, úgyhogy így igazából azzal foglalkoztam. Tegnap végül nem mentünk amúgy bulizni, mert ugye később végeztem a streammel, fáradt is voltam.
Hány zuhanyzót vettem? Jaj, ez nagyon rossz, ez a piros. Milkshake Prince. Szevasz! Na, hát jó, most neki a harmadik tetszett, át kellett csúszni oda. Szia, Boszko, mi újság? Fogsz majd játszani másra is? Lehet. Lehet, hogy genshinezünk egy kicsit. Nem tudom honnan, de volt még egy padom. Jó, igazából mosni. Black sheep. Az hittem Bence az. Menjetek már fürdeni! Szóval festeni kell, nem mosni. Fúj! Ezt mindig imádom. Mennyi pénzem van? Na már itt is meg tudom a plafont ilyen menőre csinálni. Ja nem, nem tudom, 11-es szint kell, ezek 9-es vagyok. Jó. Azt a ruhástól milyen fejest nyomott. Ilyet tudok már spát rakni? Tudok. Egyet lerakunk. Csak nagyon jó, hogy pont az öltöző fülkék mögé rakja. Jó. Meg a sauna meg a spa között mi a különbség? Rakunk a nőibe is egyet. Várjatok most. Kéne akkor sauna is. Most a női öltözőben vagyunk? Hm. Jó, és pont le tudok rakni egyet a férfiba is. Férfiba. Hát ez nagyon jó. Most kicsit át kell ott variálni a dolgokat. Nem mint hogyha őket zavarná, hogy a falon kell átmenni, de azért... Oké... Hogy jó, várjatok, húha, akkor hogy legyenek itt a dolgok? Húha, bebugoltak itt. Ja, mert azt érzékeltem most, hogy itt ülnek rajta? Aha. Rájövünk itt a dolgokra, hogy mit érzékel a játék, meg mit nem. Jó. Az én lakásomban is tegyél egy ilyen, köszi, puszi. Spát vagy szaunát? Vagy mind a kettőt? Ó, ezt jól kiszámoltam. Ide akartam rakni egy padot. Mind a kettő. Nincs rinya, konditerem azért ott van. Igen, nagyon menő a nincs rinya. Nincs rinya is the best in the city. És ezt most ő használja? Mert ő nem itt dolgozik, ő egy vendég. Vagy várjál. Így dolgozik? Nem, mert ez a férfi öltöző. Most mi történt? Ez most micsoda itt? Ezt most nem hozzá jön senki? Bence, szia! Pont most volt az hang, és beszartam. Ezeket most nem használják? Mi újság, Bence? Szerinted ő most használja? Nem, ő most a padot használja. Igen. Most átöltözött? De most mi történt? Ez most...
Nem használják ezeket? Hopp, 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 most használják. Jó, ő itt dolgozik, csak ugyanúgy néz ki, mint az egyik vendég. Hát ő itt, innen szedtem össze itt a sauna. De várjál, ja nem, ez a spa. Szóval innen szedtem össze a masszázs bulát. Láttam, hogy nagyon kell neki egy munka, bár ez nem... Hello, 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 ez nem éppen masszázsnak tűnik, hogy az úriemberben van a keze. Jaj, nem! Kérem, nyissa ki az ajtót! Stop it! Ó, itt mi van? Be lehet nézni a fal mögé. Itt még lesz valami? Ah, szauna. Mennyien lehetnek a szaunában? Na jó, ez így very nice-os. Jaj, nem, Veldi! Elfelejtettem, hogy itt kéne a fizetéseket figyelni. Na jó, megcsináljuk itt is a dolgokat. Úgy látom, hogy azt tudják használni. Most azt hiszem használatban van a... Nem, itt a spa nincs használatban. De a saunát azt használják ruhában. Így is tudják használni, semmi baj. De tök mindegy, hogy hol. Amúgy ebben nagyon sok trollkodós videót lehetne csinálni, YouTube videót. Van egy srác, nem tudom, hogy mi a neve, de követem YouTube-on, és ő csinál olyanokat, hogy ilyen szimulátor játékokban, meg ilyen építős játékokban ilyen nagyon nagy fasságokat csinál, és azt nézi, hogy hol van a limitje, tudjátok, az adott játéknak, hogy mit tud csinálni. Végül is úgy kezdtük mi is ezt a játékot, hogy mennyire tudjuk ugye bebugoltatni. Hogy kérdekes dolgok. Minden oksi ma volt megint vizsgázni, de ez is megvan, és már csak egy vázra. Ez az, Bence. Fú, amúgy hallod, ma másfél órát beszélgettünk a játék előtt. És főleg így melóról. Úgyhogy majd nézd vissza, érdekes, sajnálom, hogy nem voltál itt. Mindenki szitta, majdnem mindenki. Kivéve Lucus! A meló helyét, jól lát, át és kiveséztük ezeket. Jó, kész vagyunk. És közben konkrétan termeltünk még 10 000 pénzt. Levegőbe úszó edzés, minden volt itt. Na most ezek hogy smint vannak ezek az öltözők? Ja, ezeket már csak ki kell festeni, meg majd ide is jöhet spa, meg ilyenek, ugye? Jó, veszek festéket. De rég voltam a szaunában. Én amúgy utálom a szaunát. Érden van nálunk. És nagyon-nagyon nem szeretem. De anya imádja. Na, mit főztél, Hekike? Amúgy nem drága egy szauna ilyenre, csak hely kell. In the time sadness. Én azon lepődtem meg, hogy az egyik barinőnknek, a szüleinek a házába casually van egy mini sauna az egyik vendégszobába. Amúgy nagyon random helyekre szokták az emberek rakni a szaunát. Nekünk érdem van egy kis házunk, és akkor abban van a sauna, de van ahol, akiknek így nincsen így hova rakni, vagy hogy mondjam, van egy ismerősünk, akinek van egy ilyen garázsszerűség, egy ilyen alaksor. Az amerikai házakban szokott lenni ilyen alaksora, hogy így random mindenféle be van dobva. Tudjátok, ilyen valamennyire raktár is, meg ott vannak a kondigépek, ha van. Ezeknek, vagy ennek a családnak is ott kondigépek voltak, és akkor oda volt random berakva a sauna. Summertime, sunnepe. Marian, képzeld, azt olvasom, hogy brit tudósok kikutatták, hogy aki gym szimulátor... Tudtam! Hogy aki gym szimulátor után apexozik, az jelentősen megfiatalodik, és feszesebb lesz a bőre. Azt mondtad, szükségem van ilyesmire? Ez nekem elég feszes, köszönöm szépen. Akkor majd metált betettem a háttérbe. De amúgy van zene. Mi történik? Elmegy bevásárolni a cuccér? Ez is a feladata? Nincs rá szükségem, hogy... Ó, nem. Ja, nem, csak hazament. Azt hittem felmondott, de nem, csak hazament, mert lejárt a munkaidő. Aj, de jó lett volna a bevásárol. De miért volt ez a feje felett? Jelezte, hogy elfogyott? Jó, el kell mennem bevásárolni.
Szóval, na azt akartam mondani, Mik, hogy egyébként be lehet tenni zenét a játékban, van ilyen hangfal, és akkor azon így a kondiba belakhat zenét, viszont mi nem raktuk be, nem nagyon nézegettem, hogy milyenek vannak, mert azt írta ki a játék magyarul, hogy veszek amúgy az automatába is dolgokat. Szóval azt írta ki a játék, hogyha streamelek, vagy videót készítek, akkor a YouTube-nak is, vagy a Twitch-nek lehet belőle problémája. És féltem, hogy a Watch csatornán így letiltják YouTube-on, mert nem hinném, hogy a Twitch-nek nagyon lenne vele problémája, de... De sanszos a... izé... YouTube. Én a gépemben már több mint két hónapja nem tudok Genshin-ezni, mert nincs elég helyen frissíteni. Aj, a Genshin is vagy 100 giga, mint a legtöbb MMO. Felvásároljuk az egész bojtot, még szerencsé, hogy ezek olcsó. Jól van. Aztán kifestünk, és szerintem kimaxoltuk. Tudom, hogy lehet emeletet nyitni, de nem tudom, azt megvárjuk-e, mert igazából csak ugyanezeket tudom lerakni. Nagyon újdonságot nem tudok. Elmegyünk amúgy a boxmatchre, mert az is egy szép, szép summa. Jaj, kutyakaja nem kell. Hú, elég gyorsan megy az idő. 10-kor kezdődik, ugye? Megveszünk mindent, mert fáj az ujjam. Végén nézzük már meg, Max ki lesz vágva, volt bal az a rész. Jó, megnézzük. Csak ne felejts már, szólj rám, Máté. Jó, gyorsan még ezeket megosztjuk össze. Hát nagyon ricsek vagyunk, igen. Vagyis most már nem. De nagyon nem is nagyon kell gyűjteni már pénzt. Na jó van, ezek maradhatnak. Na, elmegyünk a kocsmába, mert ugye van egy fight klubunk is, illegális box meccseket is tartunk, és abból a fogadásból is jönnek a menik. Fogadás! Ne, az, hogy ki nyer! Ki fog nyerni a box meccset? Ez kurva vicces, köszi Alfred. Volt, ott miért nem veszed meg inkább? Megvenném a lehet-e, Bence. Igen, ezt írta valaki fentebb, hogy más lesz a... Mások lesznek a farmházak Fazmóban. Na, erre tudtok fogadni, hogy a Fighter 1 vagy Fighter 2 fog nyerni. Na? Jobb oldalon Green Day énekese Billy, bal oldalon B-Turbo. No offense, imádom B-Turbot. Mobiltelefon, kurva vicces, hogy mobiltelefonon is tudnám fogadni. Mi az? Jaj, Istenem. Úristen, most sokkal többet kapok ebből, mint múltkor, mert 1300-nál jár, csak az én... Ja, vagy mi? Ja, mert hogy mindenki a jobb oldalira fogad. Aha. Ezért, ha bal oldali nyer, akkor kurva sok pénzt kapok. Úgy legyen. Teddy, gyere vissza. Nekünk volt otthon szaunánk, sőt egy komplet konditerem, szolárium szalonunk volt. Azt a de menő. Na itt van a masszőröm is. Elnézést, gazdagék. Pont vége lett a fogadásnak, mikor jó mindenki megtette a tétjét. Hú, ha baloldali, ha a Fighter 1 nyer, akkor 2000-et kapok. Let's go. Melyik a Fighter 1? A kék. Igen. Fighter 1, a kék. Na gyerünk, let's go! Nyomod, Fighter 1! Bassz oda! Minden oksi... Ja, ezt olvastam. De ne ő nyerjen! Kiszámoltam! Nagyon király, vagy off lesz!
Micsoda izgalmak, micsoda pörgés, azt a rohadt! Nem tudom követni a boxolókat, olyan gyorsan mozognak! Úristen, melyikük lesz Istenes Bence, és melyikük Kabát Peti? Na! A Green Day-es Billy nyert. A Fighter 2. Na mindegy, ő utána is sokat kaptam igazából. Konkrétan most ugyanott vagyunk, mint mikor bementünk a kisboltba vásárolni. Annyit nyertem ezzel. Piros nyert. Igen. GG! Valószínűség számítás épp, hogy meglett egyetemen, szóval tuti szarul fogadtam. Matematikában az egyetlen dolog középsőjében, amit szerettem, az a valószínűség számítás volt. De már nem tudom, hogy kell csinálni. Kérem a millió pontjaimat! Nyertél, Mántéka? Annyira vicces, hogy a Mánté elkezd gyűjteni. Kíváncsi vagyok, ez meddig fog kitartani, Mántéka, ez a gyűjtögetés.